gyors vizsgálat, valamint egy egészségügyi állapotfelmérés, és már mehet is az ember vért adni. A mindössze néhány perces előkészítést igénylő folyamattal akár 3 életet is megmenthet egy-egy önkéntes. Móra Viktória már több mint 30-szor segített így másoknak. Nem tudjuk, hogy mikor kerülünk mi is olyan helyzetbe, hogy szükségünk lenne vérre, családtagjainknak vagy saját magunknak, és egy teljesen természetes dolog. Tehát amikor tudok, akkor én jövök, nem kérdés. Szekszárdon 7. alkalommal szerveztek civil véradást. A kezdeményezés élére a Dunamenti Polgári Egyesület állt. A közösség elnöke azt mondja, az egyik legfőbb céljuk, hogy a példájukat látva minél többen kapjanak kedvet ahhoz, hogy így segítsenek másoknak. Mi emberek egymáson tudunk ezzel segíteni. Tehát az önzetlenség és az önfeláldozás a tekintetben szükségszerű. Ezért nagyon fontos az, hogy a lehető legtöbb emberhez eljusson ez a fajta gondolkodásmód, hogy ma én adok, holnap én kapok. Szekszárdon ezen a héten ez már a második szervezett véradás volt. Hétfőn ugyanis a retro hangulatot megidézve tartottak hasonló eseményt a Tolnai megye székhelyen.